Sziasztok! Pár perc alatt a világ körül Szerbiában vagyunk, ott is Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken, vagy Novi Sad, ugye ki hogy mondja. És itt már 3000 évvel ezelőtt is voltak lakott településre utaló nyomok. Hát ezt ugye a régészeti ásatások mutatták meg valaha. Egy nagyon szép belvárossal rendelkező, elég nagyméretű város Újvidék. És hát 1999-ben a NATO bombázás kicsit megtépázta, de szerencsére nem a belvárost, hanem ez a 78 napig tartó NATO által békebombázásnak nevezett rombolás, ez inkább a hidakra és a katonai létesítményekre szorítkozott. Most jelen pillanatban itt ugye a legnagyobb főterét láthatjátok. Ez itt ugye a városháza, ami az előbb bemutatásra került. Napszembesült, túl sok minden nem látni belőle. Itt van egy templom, amit egy katolikus templom egyébként, hiába ortodox Szerbiának a nagy része. Ez még a régi magyar ország, régi Magyarországnak a maradványa, ez a katolikus templom. Mária neve templomnak hívják, nagyon szép a teteje. Zsolna is mázas cserépből van kirakva. Illetve rengeteg a sétáló utcája és a kávézója, amit most ezzel a két géppel fogunk bejárni. Mivel a csillagrombolóval nem lehet mindenhová beférni, minden városba, ezért van két kis vadászgépünk, egy piros meg egy fehér, és ezekkel karikázunk körbe, amikor szükség van rá. Úgyhogy most, hogy összerakom a gépet és fölkínódom rá magam, el is indulunk befelé, a sétáló utca irányába, vagyis az egyik sétáló utca irányába, mert a sétáló utcák itt szelteszéllyel ágaznak, elég zegzugosak. És megmutatom nektek a szerbek kedvenc időtöltését, amit úgy hívnak, hogy kávézás. És ők nem ezt a speciality kávé, meg új típusú kávézást preferálják, hanem a hagyományos régi kávézásról beszélhetünk, ami fantasztikusan jó. Ez azt akarja, hogy naponta egy-két órát ülnek egy pár kávé mellett, és azzal mulatják az időt. Itt vannak a kávézók, tehát nem csak a sétáló utcában, hanem mindenhol egymást érik a kávézók. Ami nagyon fontos, hogy bár aránylag szegény az ország, legalábbis mondjuk úgy néz ki, mint Magyarország 30-40 évvel ezelőtt, hát kivéve Belgrád meg ugye a nagyobb városokat, de mégis mindenki mosolyog. Tehát bemész egy étterembe, és nem elhúz a száját, hogy miért jöttél be, hanem tártkarokkal mosolyogva vár, sőt, ha már kétszer-háromszor ott vagy, akkor már a tulajdonos azt mondja, hogy na most akkor meghívlak egy pálinkára, vagy egy italra, vagy bármire, és már mint egy barátra úgy tekint ránk. Mi is ilyen helyen szoktunk minden nap kávézni, ilyen helyen mulatjuk az időt, és hozzálassultunk a szerbekhez, mert hogy ugye a szerbek eléggé le vannak lassulva ilyen szempontból, nem kapkodnak ők, nem beverik a presszót és futnak tovább, meg idegesek, meg nincs idejük semmire, hanem ők erre, hogy reggel leülnek kávézni, és hosszas ideig ülnek egy helyen, és beszélgetnek, ez náluk alap, és ez lehet fiatal, öreg, bárki. Most itt, hogyha megnézitek, itt van a sétáló utca végén ez a püspöki palota, ez is jól néz ki, elég csiribiri. Bár ott az a műanyag kínai 100 forintos boltból az erkélyre kirakott futómuskátlé kicsit gagyinak tűnik, de hát ők ezt szeretik. Itt van a sétáló utcának egy másik része. Próbálok nem elgázolni senkit. Itt van egy zenekar, egy szintetizátor, egy tamburával, aki most jelen pillanatban nem klimpírozik, nem játszik, de egész szépen muzsikálnak, és ezt végig is hallgattuk. Aztán, ha tovább jövünk, na még egy érdekes hír a migránsokról, ha már politikát sose szeretek belevinni, de ez nem, talán nem is politika, csak az, hogy a migránsok milyen sokan vannak itt Szerbiában, hát valóban rengetegen vannak. Mi nem éreztük közel sem ezt a feszült helyzetet, amiről a tévé beszél, hogy
hogy a helyiek teljesen kivannak tőle. Beilleszkedtek, sokan tovább mennek, sokan visszafordulnak, sokan itt maradnak, látunk olyan migráns, aki dolgozik, beállt ételfutárnak. Hát úgymond megtalálta a helyét itt Szerbiában, is nem is akar tovább menni. Nos, ennyi a hír itt Szerbiáról, itt megint van egy szép Csiribiri templom, itt le is parkolunk, megpróbálok megállni, igen. Itt is van szinte egy katolikus templom, bár tudjátok, hogy azért tele van ortodox templomok, és nagyon szép ortodox templomok is vannak itt ebben a városban is. Úgyhogy jelentkezünk legközelebb Szerbiából, hát egy pár hét múlva, amikor délebre megyünk, meg Bosznia, meg Montenegró, Albánia, illetve Görögország. Úgyhogy onnan is majd tudósítunk, egy pár szép helyről és érdekes városokat, tájakat nézünk meg. Úgyhogy sziasztok, puszi pacsi!